Két tanút is kihallgattak ma a Kecskeméti járásbíróságon annak a 26 éves ágasegyházi férfinek az ügyében, akit több autó ellopásával is vádolnak. A férfi 2018 nyarán éjfél körül bement egy kecskeméti autómosó irodájába, ahonnan elvitte egy több százezer forint értékű személygépkocsi indítókulcsát, majd az ahhoz tartozó autót el akarta lopni. Azonban a vádlott a parkolóban neki tolatott egy oszlopnak és összetörte a gépjárművet. Mivel a manőver nem sikerült, így a tolvaj visszacsempészte a személyautó indítókulcsát és egy másikét vitte el, majd azzal a kocsival hajtott el a helyszínről. A lopott járművet még aznap megtalálták és visszaadták tulajdonosának a rendőrök. Az autómosóval szomszédos autókereskedés munkatársai a tanúkihallgatás során elmondták, hogy összesen 4 autó károsodott meg a lopás kísérlete közben, ebből 2 azért, mert feltehetően azokkal próbálta meg kitörni a vádlott a kaput. Pár nappal az eset előtt pedig korábbi munkaadójának kecskeméti telepéről vitte egy platós teherautót, hiszen tudta, hogy az indító kulcsot az ülés alatt tárolják, így zavartalanul elhajtott a helyszínről. A teherautó azonban az egyik Kecskemétről kivezető útszakaszon meghibásodott, ezért a vádlott kénytelen volt az út szélén hagyni. A férfi ezekben a napokban nem csak autókat tulajdonított el, hanem lakásokat is megkísérelt feltörni, melyek sikertelenül végződtek. Az eljárás egy igazságügyi gépjármű szakértő által kihirdetett szakértői bizonyítással folytatódik majd.